Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elnézést egy kicsit itt a technikai problémáért, de valami volt a kameránkkal, de már megjavult, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, de a kérdések megvannak, hogyha valaki úgy érzi, hogy elveszett a kérdése, akkor kérlek, hogy küldje újra, de szerintem minden kérdés megmaradt. Nagyon köszönöm, hogy megint ennyi kérdést küldtetek. És először, ahogy szokásunkhoz híven, a múlt héten elmaradtakkal kezdeném, és utána pedig a mostani frissekkel folytatnám. És arra bátorítalak benneteket, hogy én e-mailben nagyon sok olyan kérdést kapok, ami olyan kérdés, ami inkább a való gyakorlati élettel kapcsolatos, a hitnek a megélésével kapcsolatos, úgyhogy mindazokat is bátorítom a kérdésekre, akik nem teológiai kérdéseket szeretnének föltenni, hanem egyszerűen csak az életnek a dolgaival kapcsolatban, a megélt hitével kapcsolatban, a nehézségeivel kapcsolatban, úgyhogy nyugodtan bátorítalak benneteket, hogy ti is nyugodtan tegyétek fel ezeket a kérdéseiteket. Múlt hétről kettő darab kérdésünk maradt el. Az első, ami elmaradt, az egy válással kapcsolatos kérdés, és erre szeretnék válaszolni, hogy valóban nem kedves az Úr előtt a válás, nálunk 29 év után került terítékre. Őszinte leszek hozzátok, és természetesen látva egy országos helyzetet, ugye körülbelül 4-500 e-mailt kapok hetente. Ennek körülbelül a 10-12% az a válással, illetve rossz házassággal kapcsolatos, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok probléma lehet ezek szerint a házasságokban, amit én megértek, hiszen beszéltem már erről, talán nagyon sok esetben gyülekezet boronálta össze az embereket, emberek boronálták össze őket, és nagyon sok olyan tényező lehet, amiket én most nem akarok végig sorolni, amik néha csak évtizedek után jönnek ki. A Bibliában Mózesre utal ugye Jézus, hogy Mózes is osztott válóleveleket, tehát maga a válás fogalma, az, hogy két ember szétment, az megtörtént, tehát ez egy megtörtént események sorozata volt. Annyi kell mindig megnézni, hogy mi volt az oka. Ugye vannak olyan esetek, én úgy gondolom, amikor indokolt a válás, amikor valakivel az élet ellehetetlenül, és az ellehetetlenülés alatt nem azt értem, hogy rossz paszban van néhány rossz napja, vagy rossz hete, vagy rossz hónapja, hanem egyszerűen esetleg erőszakot alkalmaz, tehát fizikai erőszakot, mondjuk egy férfi, de hallottam már olyat is, hogy a hölgy alkalmazza a fizikai erőszakot. Aztán van, amikor egyszerűen a család fenntartásával, gondoskodásával van baj, és egyszerűen ellehetetlenül az élet, a férfi nem gondoskodik a családjáról, tehát nem akarok most ebbe belemenni, de számtalan oka van annak, amikor bizony megfordul már a tanácsadás során és az embernek a fejében, hogy nem is tud más tanácsot adni, mint azt, hogy szét kell válni és szét kell bontani ennek a egy kapcsolatot. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy hogyan került terítékre a válás. Én néhány dolgot inkább kizárnék a válással kapcsolatban. Az, hogy vannak nehézkes hónapok, nehézkes hetek, nehézkes évek, ezt egy házasságnak át kell, hogy hidalnia. Meg kell oldja ezt, mert egyszerűen a válás az nem egy tökéletes megoldás, ahogy itt a kérdező is írja, hogy kedves-e az Úr előtt. Én azt gondolom, hogy Isten előtt, amikor valaki tönkre megy egy kapcsolatban, fizikailag, lelkileg, bárhogyan, az egyáltalán nem kedves az Isten előtt, tehát valamikor tényleg nincs más megoldás rá. Keresztények azért vannak nehezebb helyzetben, mert ugye a gyülekezetük, a felekezetük előtt, a pásztoruk előtt, és még nagyon sok ember előtt titkolni kell, hogyha esetleg ilyen helyzetbe kerülnek, és a keresztényeknél sokkal nehezebben jön felszínre a valós probléma. Nagyon sokáig megy a képmutatás, a hazudozás, mire kiderül, hogy mi is egy családban a valós probléma. Tehát a válás létező probléma, létező kérdés. Van olyan kapcsolat, amire semmi más megoldás nincsen, szerintem, és én is csak ezt szoktam tanácsolni, hogy 29 év után került terítékre a válás. Ugye ez egy jó kérdés, én is 25-26 éves házas vagyok. Vannak dolgok, amik ennyi év után már rutinból mennek, vannak dolgok, amiket ennyi év után már megújítani kell, vannak dolgok, amit ennyi év után fel kell frissíteni, vannak dolgok, amit ennyi év után el kell hagyni, mert egyszerűen nem használt a kapcsolatnak. Én azt gondolom, hogy 29 év az egy olyan hosszú idő, amikor mindenképpen megér mind a kettőtöknek,
jó pár hónapot, hanem egy évet, hogy próbáljátok meg ezt a kérdést rendezni egymással. Én szoktam mondani például, amikor ennyi év után válás került terítékre, hogy próbáljanak meg néhány hetet, vagy esetleg egy-két hónapot külön élni. Most a külön élet alatt nem azt értem, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem hogy egyáltalán, ha az ember azzal, akivel leélte az életét, mondjuk 2-3-4 hétre elszakad, úgyhogy soha nem szakadt el, és azt simán tudja csinálni, fel sem merül a másiknak a hiánya, akkor ott meg kell keresni, hogy mi a probléma. Sok beszélgetés kell, 29 év után különösen, mert én azt gondolom, hogy ez olyan időszak, tudjátok, amit mindent meg kell tenni. Tehát a válás előtt én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni, különösen 29 év után, hogy ez a kapcsolat ne menjen tönkre és megmaradjon. Annyi mindenen keresztül mentetek, legyetek ötletgazdagok, sokat beszélgessetek, és kutassátok fel, hogy mivel tudjátok helyrehozni. És én azt gondolom, még egy dolog, hogy a válás az nem lehet, hogy meguntam, elfele, nem kívánom, valami rossz érzés van a másikkal kapcsolatban, azért a Biblia válással kapcsolatban nagyon nyomós okokat támaszt. Én azt gondolom, hogy 29 év után lehet, hogy csak annyi került terítékre, hogy újra el kell dolgoznotok a szerelmeteken, a szereteteteken, lehet, hogy az időbeosztásotokat, lehet, hogy egy tök alapvető és egyszerű oka van, de 29 év után én biztos, hogy nagy erőket fektetnék arra, hogy dolgozzak, hogy a házasságom megmeneküljön. 29 év után egy másik házasságban, ugye ennyi év után az ember a rossz dolgait tulajdonképpen, ha nem rendezi el, és sokszor a válással az a baj, hogy az emberek csak úgy keftelésből elválnak, nincs semmi nyomós okuk, és igazándiból nem is derítik fel a problémát, és megházasodnak újra, és viszik a másik házasságba bele az előzőnek a problémáját, és a másik házasság nem, hogy könnyebb lesz, hanem nehezebb lesz az előzőnek a problémájával. Tehát a kérdésedre válaszolva, 29 év után, ha terítékre is került ez a kérdés, a lelketek utolsó lehelletéig, körmötök szakadtáig tegyetek meg mindent, hogy ezt próbáljátok meg megtalálni ennek az okát, és próbáljátok meg megtalálni a kilábalásnak az okát. Én ezt javaslom. Sokkal nagyobb esélye van annak, ha ebbe fektetek energiát, mint egy új kapcsolatba. Ez az én látásom erről. És természetesen azok mellett mondom, én nem akarok ezekre a kérdésekre, mert ezek személyesen érkeznek, ezek a kérdések, de vannak olyan esetek. Ugye te itt most nem írtál le semmit, csak azt, hogy 29 év után került terítékre, hogyha az ember tudna valami okot, talán könnyebb lenne, de ha csak terítékre került és nincs nyomos oka, akkor ezzel küzdjetek meg, ennyi év után meg lehet küzdeni vele. Visszatérő kérdés ugye, és ezt e-mailbe is kaptam, illetve még múlt hétről is elmaradt, ugye, hogy az a kérdezőnek a gondolata, hogy mit mondasz az ökuméniáról, mert nyitottságot érzékeltem beszédedben, Jézus pedig azt mondja, fussatok ki közüle én népem. Még egyszer nekifutunk ennek a témának, de ha kell, minden második héten nekifutunk. Tehát még egyszer leszeretném szögezni. Sem a katolikus egyházzal, mint rendszerrel, sem a református egyházzal, mint rendszerrel, és nem akarom végsorolni az összeset, de egyetlen egy vallásos rendszerrel nem tudok azonosulni, azért, mert a vallásos rendszerek, bármelyik legyen az, mindegy, hogy melyik, a legidősebbtől, a legnagyobbtól, a legkisebbik, egyetlen egy nagy problémája van, hogy ha nem figyel oda a dolgaira, akkor az évek alatt az embereket nem hogy közelebb, hanem távolabb viszi az Istentől. Ez pontosan azért van, mert saját rendszert alakít ki, és már nem fontos, csak a Biblia igazsága. Ebben most hadd ne menjünk bele, mert ebbe kismillió példát tudnék mondani. Maradjunk csak a karizmatikus mozgalomban, nézzétek meg, hogy az évtizedek alatt az Istennek a tisztelete és imádata és szeretete hogy ment át személytiszteletbe, személykultuszba és személyimádatba. De tudnék sorolni a katolikus egyházból, a református egyházból, teljesen mindegy. Én nem arról beszélek, és nem az ökuménia felé van nyitottságom, és nem a különböző egyházak felé van nyitottságom. És ugye ezt e-mailben is nagyon sokan számon kértetek rajtam, vagy felemlítettétek nagyon kedvesen és nagyon szeretettel, és nyugodtan mondjátok, ha kell, százszor mondjátok, mert én is nyitott vagyok a korrekcióra a magam részéről, de amit én hangsúlyozok ezekkel kapcsolatban, hogy még egyszer mondom, meggyőződésem,
hogy a katolikus egyházban, a református egyházban, és nem akarom felsorolni, de az összesben vannak Isten, van Istennek népe, és vannak emberek, akik biztos vagyok benne, hogy nem a vallásos rendszert keresik a saját felekezetükbe, hanem az élő Istent. Én arról beszéltem, és mindig is azt mondtam, hogy meggyőződésem, hogy olyan idők állnak előttünk, ahol minden rendszerben, legyen az katolikus, református, megint ne kérjétek, hogy végig soroljam, karizmatikus, minden rendszerben Isten meg fogja szólítani azokat, akik tényleg nem a vallásos rendszert, hanem az élő Istent keresik. És ugye itt az, a, itt az merült fel, hogy ugye fussatok ki közüle én népem, ugye itt a Babilonnal kapcsolatban mindig a katolikus egyházat azonosítják, szeretném elmondani, hogy véleményem szerint nem a katolikus egyház a Babilon, hanem minden olyan vallásos rendszer, ami tulajdonképpen elválasztja az embereket Istentől, de ebben majd részletesen esetleg egy későbbi időben, de ez a kérdés felelek, ez nem elegendő arra, hogy az ember kifejtse rendesen ezzel kapcsolatban az én igei látásomat, de hangsúlyozom még egyszer, és ugye e-mailben is jött ezzel kapcsolatban kérdés, nyitottságot nem a katolikus egyház rendszerével kapcsolatban érzek, hanem nyitottságot azokkal az emberekkel kapcsolatban érzek, és reményem szerint fogok is érezni, és éreztem is, akik keresik a maguk rendszerében az élő Istent, ahogy én is kerestem a magam rendszerében az élő Istent, ahogy lehet, hogy te is keresed, mert hétről hétre beülsz, az arcodba nyomnak valami konzervet, és igazándiból az élő Istennel semmilyen személyes kapcsolatod nincsen. Ma az egyházban a legnagyobb felfordulást ez okozza, hogy az emberek nem élnek meg valóságos közösséget Istennel, és az egyházi szolgáltatás, a vallásos szolgáltatás, amit a közösségük ad, az pedig nem tudja megelégíteni őket. Akiket megtudja, dicsőség az Istennek, én nem azokhoz szólok, hanem azokhoz, és többségében engem azok keresnek meg, akiket nem elégíti meg. Ezért én meggyőződésem, hogy vannak olyan emberek mindegyik felekezetben, akik a saját felekezetükben valahogy az Isten megszólítja őket, és meg fogják találni az élő Istent. Ezt követően, akik ugye ezerszer leírtátok, természetesen mindenkinek, aki megkeresi, aki tényleg szívéből keresi az Istent, higgyétek el, hogy annak a rendszerből hozott dolgait lehet, hogy meg fog vele küzdeni, de el fogja hagyni. Köztük természetesen az általatok említett bálványimádást, valóban szívéből meg kell térnie Jézushoz, de engedtessétek meg azt, hogy minden felekezetben vannak Isten kereső emberek, akik lehet, hogy szívükben, lelkükben, bölcsességükben még nincsenek azon a ponton, hogy tisztán lássanak minden, de hogy Istent kereső emberek, és aki keresi az Istent, és aki megnyitja a szívét, az meg is fogja találni. De nem egyszerre fog ez megtörténni. Ezért én meg vagyok róla győződve, hogy az emberek bizony Isten kegyelméből meg fogják találni a felekezetükben, vagy a felekezetükön keresztül, vagy a felekezetükben való elegedetlenségük, vagy éjségük során az élő Istent. Viszont egyet is elmondtam, két hete is elmondtam, és most is elmondom, egyben teljesen biztos vagyok, hogy ahhoz, hogy az ember az élő Istennel valóságos és személyes kapcsolatban legyen, ahhoz minden felekezeti rendszerből, bárhogy is hívjuk, ki kell, hogy jöjjön. Ebben én szentül meg vagyok győződve, és én azt gondolom, hogy ezelőtt az időszak előtt állunk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok nektek mást elmondani, mint lehet, hogy most úgy tűnik és furcsának tűnik, de azért még egyet szeretnék elmondani, hogy nagyon sok esetben különösen az evangélium vagy a karizmatikus mozgalom azért ezen a területen nagyon elutasító volt, és nagyon mérgezte a gondolkodást, és a történelmi egyházakra, mint egyházakra ugye összemosta a történelmi egyházaknak a rendszerét, esetleg azokkal a hívőkkel, akik a történelmi egyházakban keresik az Istent, hogy miért oda jutottak először, vagy miért oda keveredtek először, és még miért nem jöttek ki. Ezt én most őszintén megmondom, hogy nem tudom senkinek megmondani, de egybe teljesen biztos vagyok, hogy az Istent keresők, akik szívükből az Istent keresik, meg fogják az Urat találni, és ezek a személyek, ezek az emberek, ezek mind kapcsolatba fognak kerülni az Istennel, de meggyőződésem, és abban egyetértek mindenkivel, hogy nem úgy, hogy a rendszernek a sajátosságait megőrzik a bűnöket, hanem ezekből meg fognak tisztulni. De még egy mondatot hadd tegyek hozzá, hogy minden bizonnyal azért azt se felejtsétek el, hogy nem tudjuk, hogy még mi áll előttünk. Most abban a korszakban vagyunk, amikor az egyház korszakának a vége felé jár,
járunk, és abban a korszakban vagyunk, amikor meggyőződésem, hogy az Isten személyesen meg fogja szólítani egyen-egyenként az embereket, az az éhség, az a vágy, ami van bennünk, hogy milyen jó lenne már az Istenhez még közelebb kerülni, ez meg fog történni, kedves barátaim, kedves testvéreim, de nem a rendszereden keresztül fog megtörténni, hanem a szíveden keresztül fog megtörténni. Isten nem egyházakat, felekezeteket és rendszereket hanem akar használni, hanem bizony a szívedet akarja használni az ő kegyelméből, és én meg vagyok róla győződve, hogy ez meg fog történni Isten kegyelméből. Jó, tehát ezzel kapcsolatban lehet, hogy nem kielégítő, és lehet, hogy nektek, akik ezzel kapcsolatban gondolkodtok, sarkos elképzelésetek van. Azért az, aki ugye említettem nektek, hogy ugye volt itt nem olyan rég, nem gyülekezeti rendezvényünk volt itt a Dokba, ahol összejön a dombóvári gyülekezet is, hanem egy civil szervezetünk rendezett egy rendezvényt, ahová két katolikus püspök urat hívtam meg, és ővelük beszélgettünk, hogy mi is a kereszténység, és természetesen minden felekezetet kérlek, ha majd meglátjátok, ha újra tudjuk indítani ezt a sorozatot, ugye a célom ezzel a sorozattal az, hogy minden felekezet elmondhassa a véleményét, hogy ő neki mi a véleménye a kereszténységről. Ugye, és ezért nagyon fontos, hogy az ember meghallgassa, és legyen kommunikáció a másik között. Én nem értettem egyet azzal, hogy nincs kommunikáció. Nézzétek meg, meghívtam őket, nem tartottunk közös istentiszteletet, nem erőltettük egymásra egymás hitét, mindenki megőrizte a szabadságát ebben, de én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen kommunikáció, és higgyétek el, hogy ennyi ember között rengeteg olyan ember van, aki Isten kereső. Rengeteg olyan ember van, aki valamilyen módon még ott van, valamilyen módon benne ül egy rendszerbe, de higgyétek el, hogy Isten kereső emberek. Én csak arra kérlek benneteket, nem kell elfogadni az én látásomat, és nem is ezért mondom, ti kérdezitek, de legyetek egy kicsit türelemmel, hogy hadd menjünk az egyház korszak vége felé, hadd vegye Isten a kezébe még jobban az embereknek a szívét és lelkét, hadd adják át az emberek a szívüket és a lelküket még jobban Istennek. Vissza fogunk térni erre a kérdésre. Én csak azt kérem, hogy várjatok béketűréssel, de ne lepődjetek meg, ha onnan is emberek tömege fog kijönni, és nem egy másik rendszerbe fog átmenni, hanem a szívét át fogja adni Istennek. Ez a két kérdés volt, úgy gondolom, hogy ami múlt hétről elmaradt, és most rátérnék az újakra. A nőknek ma milyen szerepük van a gyülekezetekben a te látásod szerint, tanítással, profétálással kapcsolatban? Újra elmondom, hogy az elmúlt években nekem a gyülekezettel kapcsolatos látásom az teljesen megváltozott, és a bibliai gyülekezetnek, a bibliai egyháznak Krisztus testét értem, nem azt, akik ma egyháznak mondják magukat, hanem Krisztus testét. A Krisztus testében Krisztus a fej, nem emberek a fejek, Krisztus a fej, Krisztus mozgatója a testnek, a test minden tagjának megvan a szerepe és küldetése, amiről ugye nem olyan rég, talán egy hete beszéltem, nem hallgató és szónokokból áll, hanem mindenkinek megvan a küldetése. Akinek nagyobb ajándéka van, az arra törekszik, hogy a nagyobb ajándékkal még több embert segítsen hozzá a küldetéséhez, és nincsenek kisajátítva emberek által az egyházak, tehát én jobban hajlok a kisebb létszámú személyes közösségekhez, és azt gondolom, hogyha ezen a földön üldözés lesz Jézus Krisztus egyházának, nem a mai felekezetek, hanem Jézus Krisztus egyházának üldöztetése lesz, akkor a kisebb közösségek ezt jobban túl fogják élni. Tehát én azt gondolom, hogy egészen más a szerepük. Ma azért férfi uralom van az egyházakban is természetesen, és nagyon sok esetben a férfiak dominálnak, holott a Bibliában ugye egy női sorozatot nem véletlenül kezdtem el, az Ószövetséget benne lévő asszonyoknak a tanulmányozását, ahol látjuk, hogy a nőknek jelentős szerepük volt. Természetesen a viszonyulások abban a korban egészen más volt az embereknek a nőkhöz, de meggyőződésem, hogy Isten használja a nőket, meg tudja őket áldani, van szerepük, de természetesen nem ugyanolyan szerepük, mint egy férfinak. Ugye a nő és a férfi egy egészen más viszonyban, és még egyszer mondom, nem alá és fölé rendelt viszonyban van a Bibliában egymással, hanem egymás mellé rendelt viszonyban vannak. Én azt gondolom, hogy a férj nem tud létezni a feleség nélkül, a feleség a férj nélkül, tehát ugye a Biblia segítőtársnak hívja a feleséget a férj számára, és ezért úgy gondolom, hogy a Bibliában is az ószövetségi nők, akiket én tanulmányoztam, ők rendkívül nagy segítségére voltak az egyháznak, gondoljatok csak Hulda prófétasszonyra, de működhet a prófétálás is. Pál apostol azt mondja, hogy a tanítást nem engedem meg a gyülekezetben, hangsúlyozom ezt a két kérdést, ugye ezzel kapcsolatban már többször elmondtam a véleményemet, én azt gondolom, hogy a tanítással olyan
tekintély és olyan hatalom jár, ami lehet, hogy a női lélekben nincs meg, hogy tudja kezelni. Nem azért, mert rosszul tanítana, nem azért, mert jól tanítana, hanem egyszerűen ezt a fajta hatalmat az Isten nem neki szánta. Természetesen a férfi sem élhet vissza ezzel a hatalommal, mert a férfi pedig ezt a hatalmat, amit kapott Istentől, nem tudja a nő nélkül egészségesen működtetni. Tehát van egy egymás mellé rendelt viszony. Én azt gondolom, hogy a nőknek a szerepe, ha újra visszaállnak a házi közösségek, a kisebb közösségek, fel fog értékelődni, meggyőződésem. Én látok a Bibliában példát arra, hogy profétálnak is, de látok a mai időszakban, viszont azt látom, hogy rengeteg nő, akik erre nagyon nyitottak, nagyon fals dolgokat tudnak kihozni a profétálásból, különösen, ha ezzel ő tekintélyt és hatalmat szeretne szerezni. És ezért én úgy gondolom, hogy ma a karizmatikus gyülekezetek inkább a zsidó hagyományokra törekszenek, és ott a nő egy inkább ilyen családnevelés, családgondoskodás, gyereknevelés szerepet tölt be, és ugye ezért itt látjátok, hogy sokkal több gyerek is van, tehát valószínű, hogy ez is egy fals dolog, hogy csak ezt a szerepet kapták. Én azt gondolom, hogy a családok és a kisebb közösségek életében a nőknek jelentős szerepük van. Egyetlen egy dologra kell figyelniük, természetesen a férfiaknak is, de a nőknek különösen, hogy ezek a profétálással, a tanítással, illetve a kapott ajándékok, a kapott talentumok, azok valóban a közösségének, a rájuk bízottak javára működjenek. Egy példát hadd említsek meg, ha már a profétát és a tanítást említetted. Ugye a tanítással kapcsolatban nekem ez a véleményem, hogy ha a hölgy nem tudja kezelni az ezzel járó tekintélyt és tiszteletet, akkor el tud torzulni. A profétálással kapcsolatban pedig azt látom, hogy Hulda proféta asszony, ugye, aki az Ószövetségben egy proféta volt, vagy Anna, aki az Újszövetség említi, mint profétát, egyet látok, hogy ők soha nem hivalkodtak ezzel, és ez általában minden profétára jellemző, nem jártak profétaiskolákba, nem toboroztak az utcán, hanem amikor kérdezték őket, akkor válaszoltak, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a nőktől jövő proféciát is csak akkor fogják elfogadni az emberek, és akkor lesz hiteles, ha lesz valóságtartalma és lesz igazsága. Tehát ez minden proféciára jellemző. Én azt gondolom, hogy a hölgyeknek is meg kell keresniük a szerepüket, és ők is küldetésük van, meggyőződésem, de őnekik is meg kell keresniük. Lehet, hogy sok esetben nem csak az a szerepük, hogy nevelik a gyerekeket, hanem egészen más, de meggyőződésem, hogy a gyülekezetekben soha nem fognak akkor a szerepet kapni, mint a férfiak. Én ebben biztos vagyok, erről én meg vagyok győződve, de viszont a jó hír a hölgyek számára, hogy nem is az a gyülekezet, amit ma látunk, hanem Krisztus teste egészen másképp működik, és nézzétek meg, hogy Jézus nagyon nagy bizalom volt a nők felé, és nagyon komoly változást okozott a nőkben. Én azt gondolom, hogy a nőknél is ugyanaz a helyzet, mint a férfiaknál, hogy nem csak elég tanítani és profétálni, nem csak elég hangoskodni az Isten igével kapcsolatban. Egy nőnek szerintem legalább annyira nyilvánvalóan játszik az életén, hogy az Isten vezet ilyen, mint egy férfinak. Tehát ugyanazok az ismertető jegyek fogják mutatni, hogy egy nő mikor van Isten akaratában és Istenben. Én azt gondolom, hogy a családban, például ha a feleségemre gondolok, nem, ugye ezt a közhelyet szoktuk mondani, hogy egy minden sikeres férfi mögött egy sikeres nő áll. Én azt gondolom, hogy itt nem sikerről van szó. Ahhoz, hogy egy férfi el tudja végezni a dolgát, ahhoz a feladatait, ahhoz a való életben is, az egyházban is szüksége van segítőtársra. A nő nélkül nem tudja tökéletesen elvégezni. Itt a nőknek egy sokkal nagyobb önuralma kell, hogy legyen, hogy ne felülkerekedni akarjon, és ezt gondolom, hogy a női szolgálatok akkor jók, amikor, és most különösen csak férj-feleség viszonylatban hadd mondjam, nem felülkerekedni akar a férjén, hanem segíteni akar a férjének, és ezért a nőnek én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos szerepe. De hogyan érted az Abcsel 20-28-at, hogy viseljetek gondot magatokra, és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem felvigyázókká tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ez talán már az előző hosszabban kifejtett kérdésben meg is válaszoltam. Én egyháznak
a Krisztus testét tartom, nem egy hangsúlyozott felekezetet, hanem a Krisztus testét, és ugye itt még mindig egy kicsit visszautalok az előző gondolatra, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ennyi felekezet. Ugye a Laodi az utolsó időkben, amikor a hét gyülekezethez szól Krisztus a jelenések könyvében, akkor azért ne felejtsétek el, hogy mind a hét gyülekezethez van szava. Nem mondja azt, hogy a történelmi korokban lement, megfáradt, vagy ma megfáradtan élő, de letűnt gyülekezetek, egyházak, nagyobb rendszerek egyszerűen halálra vannak ítélve, hanem mindegyikhez van intése, mindegyikhez, illetve szinte a legtöbbhöz van egy pár jó szava is, és van intő szava is. És ezért én azt gondolom, hogy a nyáj, az egyház, az továbbra sem egy adott felekezet, hívjuk katolikusnak, reformátusnak, bármelyiknek, hanem az egyház az a Krisztus teste, és a Krisztus testében Isten helyezett ajándékokat, és az ajándékok pedig azért adattak, hogy a Krisztus testét építsék, tehát segítsék az embereket megtalálni a küldetésüket, segítsék az embereket, amikor hitben meginoknak megerősödni, a hitükkel, ha erős nekik, ez erősítse a másiknak a hitét, a bizonságaikkal, a bátorításukkal, Krisztus felé tereljék az embereket. Tehát szerintem a felvigyázók, és bármilyen ajándékot mondok, egyetlen egy feladatuk van, hogy Krisztus felé terelni. És én azt gondolom, hogy a dús legelő, a legeltetés, ugye egy másik helyen mondja, hogy füves legelőkre kell, hogy menjenek az emberek, a dús legeltetés az arról szól, amikor Krisztust helyezzük az előtérbe, a legelső helyre, és Krisztus prédikáljuk, Krisztushoz tereljük az embereket. Tehát dús legelő csak ott van, ahol Krisztus van. Ember nem tud dús legelőt teremteni, csak Krisztus tud dús legelőt teremteni. Ezért én azt gondolom, hogy a felvigyázók, az azt jelenti, aki már megtalálta a küldetését, vagy kapott valami szolgálati ajándékot, vagy kapott valami olyan talentumot, amivel az embereket tudja bátorítani az Úrhoz. És ezen felül ugye vannak olyanok, ugye azt mondja, hogy ajándékok között vannak tanítók, akik ugye arra kell, hogy figyeljenek, hogy az embereknek az egészséges tanítás megmaradjon a szívükben. Vannak pásztori ajándékokkal megáldottak, és én szeretném elkülöníteni a pásztort, mint ajándékot, és azt, amikor ugye gyülekezet vezetőt pásztornak hívnak. Én azt gondolom, hogy vannak a gyülekezetben, a Biblia előrjárókról beszél a gyülekezetben, és pásztor pedig egy ajándék. A pásztori ajándék számomra azt jelenti, hogy tudja az embereket szerető szívvel, tisztelettel úgy inteni, hogy be is kötözi őket, és tudja az embereket Isten felé terelni. Nem hasonlítanám a pásztori ajándékot némelyik mai pásztorhoz. Én maradnék a gyülekezet vezetőnél vagy előjárónál, de pásztorhoz nem. Pásztor az a Biblia szerint egy ajándék, a Szentlélek ajándékai között van, és azok biztosnak lehettek benne egy nagyon szelíd, nagyon látszívű emberek, és hogy nekik nem az a céljuk, hogy gyülekezetet alapítsanak és gyülekezetet irányítsanak, hanem nekik az a céljuk, hogy pásztorolják az embereket, és Krisztushoz tereljék az embereket. Én így értem, és azt gondolom, hogy az utolsó időkben bízom benne, hogy ezek az ajándékok felszínre fognak jönni, ezek valóságos ajándékok lesznek, nem megelőlegezettek és nem kamuk, hanem valóságosak, és bízom benne, hogy az embereknek a szívük, azért azt is kalkuláljátok be, hogy az emberek szívüknek is kell nyílni Isten felé, nem csak egy gyülekezet, egy felekezet, egy személy felé kell megnyílni egy emberi szívnek, hanem Krisztus felé is meg kell nyíljon, mert Krisztus akkor tud belavatkozni egy szívbe, hogyha megnyílik. Úgyhogy nekem a felvigyázókkal, a legeltetéssel kapcsolatban és az egyházzal kapcsolatban ez a látásom, és ugye még egy gondolat erre a kérdésre, hogy amit a tulajdon vérével szerzett, tehát az egyház barátaim azé, aki a tulajdon vérét adta érte, én nem tudok olyan földi emberről, aki egyházat úgy alapított volna, hogy a tulajdon vérét adta volna érte. Következő kérdés, miért nem történik manapság a természet feletti erővel, hatalommal járó Szent Szellem keresztség, hanem csak valami emberi imitáció? Vitatkoznék ezzel a dologgal, szerintem történik, csak esetleg nem látjuk. Azért nem látjuk, mert esetleg olyan helyzetbe vagy olyan rendszerbe szorultunk be, ahol ez már ellaposodott, ellankat, vagy valóban emberi imitáció lett belőle. Én meggyőződésem, hogy az éhes szíveket a Szentlélek betölti. Erre a kérdésre nekem egyetlen egyszerű, nagyon egyszerű válaszom van, mivel
a legtöbb földi rendszerben és gyülekezetben, amit emberek irányítanak ma, emberi akaratok vannak, és emberi erő van. Ezért azt gondolom, hogy jelek és csodák akkor fognak történni újra, nagy számban, kézzel fogható módon, valóságos módon, szemmel látható módon, amikor az emberek a dicsőséget majd maguknak, nem maguknak, hanem Istennek fogják adni. Ha összevetitek, ma azok, akik valaha csodát tettek, vagy ma állítólag csodát tesznek, ezek mind isteni rangra emelik magukat, vagy legalábbis a nézőközönségük isteni rangra emeli őt. Az apostolok, amikor csodát tettek, a következő történt velük, nagyon egyszerű volt a kérdés, abban a pillanatban, hogy isteni rangra, mert egyértelműen, aki a csodát teszi, azt az emberek, akik a csodát kapják, vagy akik látják, azok isteni rangra akarják emelni, mert őnekik ez a kézzel fogható, hogy az ember lesz az Isten. De nézzétek meg az apostolok, hogy hogy tiltakoztak ez ellen. Azt mondják, hogy menekült, Pál apostol Máltán menekült, amikor királyt akarták koronázni. Ezért ugye óva intek mindenkit, ezért amikor egy a politikai és gazdasági hatalom is kerül egy egyházvezetőnek a kezébe, akkor menthetetlenül el fogja fogadni az emberektől a dicsőséget. De egy ember nem fogadhat el, és nem dőlhet be annak, hogy az emberek dicsérik és isteni rangra emelik, mert egy embernek, ha valamit rajtam keresztül tesz Isten, azért isteni a dicsőség és nem emberi. És szerintem a természet fölötti csoda valóságban akkor fog tömegesen megindulni és elindulni, ha elindul, vagy azok között fog elindulni, vagy most is azok között zajlik, akik ezt nem dobolják ki, nem rakják kamera elé, és utána nem lesznek vezetőlelkészek, pásztorok, proféták, csodadoktorok, hanem egyszerűen az Istennek adják a hálát, és az Istennek adják a dicsőséget. Én számítok erre, hogy tömegesen fognak megjelenni ilyen emberek, és még egy fontos dolog, hogy szerintem természet fölötti erő pedig oda fog menni, ahol igény van erre, és szükség van rá. És ne felejtsétek el, hogy ahhoz, hogy természet fölötti erő menjen, ahhoz párhuzamosan az is kell, hogy az embereknek legyen igényük Istenre. Sokszor el szoktam mondani, ma az embereknek, az egyházak nagy részének nem az Istenre van szüksége, hanem csak arra, amit az Isten ad. És ezért ennek meg kell változnia az élő Istenre. Ha nem ad semmit, az élő Isten jelenlétére kell, hogy az embereknek szükségük legyen, és erre szomjazzanak. Nyelveken szólás megmagyarázásával kapcsolatban kérdezném, hogy te hallottál-e már valamikor ilyet, vagy neked volt-e magyarázatod, mert ez nem igazán működik, pedig Pál szerint ez fontos lenne. Életemben egyszer történt ez velem meg, Ukrajnában, egy gyülekezetben szolgáltam, és a dicséretben elkezdtek nyelveken énekelni. És én nem a nyelveken éneklést hallgattam, nem is azt hallottam, hogy mit énekelnek nyelveken, mert azt ugye nem tudtam, hanem hallottam párhuzamosan a saját nyelvemen, tehát magyarul hallottam azt, amit énekelnek, és utána én ezt hangosan ugyanazt visszaénekeltem. Nem tudtam én se, hogy ez hogy zajlik. Azt hittem, hogy ennek valami nagy körítése lesz, tehát legalább egy csipkebokor ég, de aztán azt láttam, hogy ez ennyire természetes és ennyire egyszerű, hogy tulajdonképpen egyszerűen csak annyi történik, hogy aki énekli a nyelveken, azon az ismeretlen nyelven, aki ezt megmagyarázza, az nem az ismeretlen nyelvet hallja, hanem azt a saját fülén és a saját nyelvén, amit énekel a másik. Tehát én nem a surrakarabaradarabát hallom, hanem azt, amit én a saját nyelvemen megértem. És ugye ez, amikor így megtörténik, akkor semmi más nem kell tenni, csak kimondani azt, amit te hallasz, tehát ki kell ejteni a szádon. Én azt gondolom, hogy ma olyan éhség van, tehát az egyház ellaposodott, és az egyházban nincsen Istennek a valóságos jelenléte, a földi egyházakban nincsen az Isten valóságos jelenléte, és ezért nagyon sokan azt választották, hogy imitálják és utánoznak olyan csodákat, és olyan szellemi valóságokat, mint például a nyelveken szólást is, vagy a magyarázást is, amelyik arra jó, hogy az emberek felkapják a figyelmüket, és egy kicsit Isten egy kicsit tudja futtatni magát. Én azt gondolom, hogy a nyelveken szólás, mint hogy egyetlen egy más ajándék sem, szintén nem a magunk futtatására való, hanem ha a nyelveken szólást meg tudod magyarázni, az megint a közösség a jelenlévők építésére van, és nem arra, azt mindenki tudja, mindenki érti, és az szól, amikor az Isten ilyen ajándékot ad, akkor az mindenkinek az épülésére van, és azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek
emberek a saját maguk futtatására használják ezeket az ajándékokat. Jó, közben csak megjegyezném, hogy itt közben egyszer elment a kameraképünk, tehát ha valakinek elmaradt a kérdése, vagy nem látod a kérdésedet, vagy én átugrottam, és te közben írtál, és te ezt tudod, nyugodtan írd be, meg fogom kapni ezeket a kérdéseket, csak lehet, hogy amíg újraindultunk a kamerával, addig elment néhány kérdés. A nyelveken szólása kapcsolatban ez egyetlen egyszer, tehát a 35 éves keresztény életem alatt őszintén megmondom, hogy egyetlen egyszer történt meg velem, és még egy nagyon fontos dolgot mondok neked, aki kérdezett, hogy nagyon érdekes, hogy amikor megtörtént velem, akkor egyet dolgot, azt hittem, hogy utána valami eufória lesz, és valami fantasztikus változás zajlik bennem, és tudod, mi történt? Hogy nem velem történt a változás, hanem a hallgatósággal történt a változás. Tehát az azt jelenti, hogy az ajándékot, amikor mondod, amikor magyarázod a nyelveket, az nem elsősorban arra van, hogy te valami csodán menjél keresztül, és te el tud mondani, hogy ilyen veled történt, hanem tőled függetlenül építed a másik embert, akiben viszont maradandó változást tud létrehozni. Minden ajándékkal kapcsolatban meg kéne ezt tanulni, hogy nem az a lényeg, hogy bennünk mit okoz, mert az ajándékok haszonra adattak, a többiekre adattak, és ezért a nyelveken szólással kapcsolatban is van, amikor ez úgy fog megtörténni szerintem, hogy te szinte nem tapasztalsz meg semmit, habár azt mondja a Biblia, hogy a más felüdít, maga is felüdül, de őszintén megmondom, hogy többet vártam ettől, de közben, amikor láttam a hallgatóságra az eredményét, és utána visszakaptam a visszajelzéseket, az nagyon épített. És ezt kell megtanulnunk, hogy nekünk a szolgáló, a felvigyázó, az ajándékkal rendelkező, a küldött, az azért van, hogy átmenjen rajta Istennek az ajándéka, és odaadja az embereknek. Bízom benne, és hiszem, hogy működni fog. Ne felejtsd el, ugye Pált említed még, ne felejtsd el, hogy Pál azt mondja, hogy mindenkinél jobban szeretett nyelveken szólni. Ez az is kell, hogy nagyon szeressünk nyelveken szólni. Én nagyon reménykedem, hogy ezek az ajándékok helyreállnak, de én örülök, hogy most ezt így, ezekben nagyon sok felfúvalkodott hólyag ember van Isten munkájában, vagy állítólagosan Isten munkájában, akivel, ha ez megtörténne, nem tenne jót. Én azt gondolom, hogy Isten szellemben és igazságban szolgáló embereket keres, és ezek, értsétek meg, akkor tudnak felszínre jönni, ha a rendszerekből kilépnek az emberek. Ahhoz, hogy felszínre jöjjön Isten ajándéka, Keresztelő János egyetlen egy felekezethez, egyetlen egy zsidó irányzathoz se tartozott. Miért? Mert így tudta végrehajtani Isten akaratát. Tudom, hogy ez most erős, és én nem azt mondom, hogy hagyd itt a felekezetedet, eljön majd mindennek az ideje, de szentül meg vagyok róla győződve, hogy aki az Istent akarja szolgálni, az nem fog tudni rendszerben megmaradni. Ezt saját tapasztalatból tudom mondani. Mennyi lehet igaz a hídgyülekezet körüli mostani botrányból? Jó lenne tudni, hogy milyen pont konkrétan melyik botrányról van szó. Ha erre az ATV-s kérdésre gondolsz, vagy gondol a kérdező, akkor a következőt tudom mondani ezzel kapcsolatban. Nagyon sok olyan bizonyíték került napvilágra, amit azt gondolom, hogy érdemes megfontolni, és ellenkező cáfolat, bizonyítékkal cáfolat ezekre még nem érkezett a hídgyülekezete vagy Német Sándor részéről sem. Volt egy, ugye talán múlt héten szerdán eljutott hozzám egy rövid összefoglaló, ahol összefoglalták Sándornak a védekezését, ugye a Bartus László könyvvel kapcsolatban, vagy az ott leírt ATV kérdésekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az a védekezés az egyáltalán nem volt tényszerű. Az egy lelki védekezés volt, talán még egy kicsit ingerült védekezés volt, de egyáltalán nem volt tényszerű. Én azt gondolom, hogy az igazságot, hogyha az ember tudni akarja, akkor ott fontos figyelembe venni a tényeket. Pénzügyi visszaéléseket ugye én is jelzek, és azt látom, hogy rengeteg pénzügyi visszaélés történik az egyházakban, és ugye ez mindig minden pénzügyi visszaélés rossz, én is követtem el pénzügyi visszaéléseket, és az is rossz volt, és bocsánatot is kértem érte, de az egyházban azért különlegesek a pénzügyi visszaélések, mert az egyházban az emberek a pénzt azt más célra adják, mint amire fordítják. Én egyáltalán oda mennék vissza, hogy egyáltalán minek kellett ilyen irdatlan pénzeket egy tévétársaságra elkölteni, amikor itt sokkal jobb helye is lett volna, én meg vagyok erről győződve, és az természetesen csak egyszerűen gondoljatok bele, hogyha te valamire adsz,
pénzt, akkor ahhoz, hogy amire te adod, annak lesz egy tulajdonosa. Minden dolognak, amit megveszünk, kell legyen tulajdonosának. Ezeket vagy közösségek, vagy magánszemélyek testesítik meg. Hogyha egy televízióra, és ez a kérdés, tehát itt a gyülekezet körüli botrányról televízió a kérdés, ha egy televízióra egy közösség adta össze a pénzt, akkor az közösségi tulajdonban kell, hogy maradjon. Nem kerülhet át magántulajdonba. Ha egy magántulajdonos fizette be a pénzt, és azt hiszem, hogy a vita erről zajlik, akkor az magántulajdonban maradhat. Én azt gondolom, hogy itt arról zajlik a vita, hogy egy közösség összeadta a pénzt, és a közösségi tulajdon eltűnt, és átment magántulajdonba. Ezt csak képzeld el, hogy 10 megveszünk egy házat, és utána azt valaki a nevére iratja. A másik 9 jogosan reklamál. Én azt gondolom, hogy ezek a botrányok, ha botrányoknak hívjuk ezeket, én azt gondolom, hogy ezek már rég túl vannak azon, hogy botrányok, ezek nagyon komoly, súlyos visszaélések. Ezek szerintem sokasodni fognak, lehet itt védekezni, lehet itt ellenkezni, ezek világosságra fognak jönni, sokasodni fognak. Istennek a célja ezzel elsősorban nem az, hogy embereket lejárasson és tönkretegyen. Az elsődleges célja, hogy azok, akiket ezeket elkövették, azok nézzenek szembe a valósággal, és térjenek meg, ha maradt még a szívükben erre vágy és igény és lehetőség, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb dolog az, hogy azok, akik ennek a bűvöletében vannak, akik be vannak csapva, át vannak verve, azok kijöjjenek ebből. És itt nem emberek ellen beszélek, hanem amit az előbb is elmondtam, rendszerek ellen, és én azt gondolom, hogy a hitgyülekezete is egy rendszer. Egy olyan rendszer, amiben nagyon sokan nem találták meg az Istent, és ennek sajnos oka az, hogy botrányok vannak, voltak, és én szerintem még lesznek is. Én erre egy nagyon rövid megoldás, tehát ha ilyen botrányok vannak a botrányokra, nagyon rövid a megoldás. Amit elkövettünk, azért vinnünk kell a balhét, akármi is a következménye. Amit pedig nem, az pedig érdemes cáfolni és érdemes bizonyítékokkal ellensúlyozni. Én azt gondolom, hogy világméretekben meg fognak indulni a jóléti evangéliumot hirdető gyülekezetek és vezetőik ellen ezek a botrányok, mert egyszerűen túlrúgták, túllőttek a célon, nagyságrendekkel túlmentek a célon, és érinthetetlenek, nem lehet nekik megmondani a véleményt, nem lehet kritikát fogalmazni, ezért én azt gondolom, hogy őnekik sokkal jobb különben, amikor ember fogalmaz meg kritikát, és nem amikor Isten avatkozik közbe. Én azt gondolom, hogy a botrányoknak megvan a valóság tartalma. Képzeld el, ha neked botrányba keveredsz, és tudod cáfolni, akkor az az első, hogy cáfolod és igazolod. Különösen miért fontos ez, és miért nem bánhatnak ezek a vezetők úgy a saját pénzükkel, úgy a más pénzével, mint a sajátjával, azért, mert nem az övéké. Elszámolási kötelezettségük van. Tehát egyszerűen ez nem mondhatja azt, hogy titokba akarja tartani, meg leplezni akarja, meg telefonáljanak be. Elszámolási kötelezettség van, tisztességes lenne minden év elején kiállni, vagy fél évente, különösen egy ekkora rendszerbe, és a hívőket tájékoztatni arról, hogy mire ment a pénzük. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, Amerika, adóhivatal, nem olyan rég láttam, a kezembe került, a helyi adót, aki befizette a városba, utána a várostól kap egy elszámolást, hogy az adójából mit mennyi, merre és mire fordítottak. Ezt világi szinten adózásnál megcsinálják. Gondolhatjátok, hogy egyházban ez mennyire fontosabb. Normális-e az, hogy mostanában sokat gondolok, arra bárcsak az Úrral lennék, de igazániból csak vágyat érzek azután, hogy bárcsak már vége lenne ennek az egésznek. Teljesen normális. Nap mint nap átélem ezt. Nem merem már elmondani a családomnak, a feleségemnek se, de én azt gondolom, hogy az Úr visszajövetelét ebből fogjuk a leginkább érezni, hogy egyre nagyobb lesz a szívünkben és a lelkünkben a vonzás. És egyszer az ember eljut addig a pontig, amikor őszinte leszek én is, mert te is őszintén mondtad, hogy nem találod a helyedet. Tehát nem találod a helyedet ebben a földi valóságban, ebben a földi rendszerben, és eljön az a pillanat, amikor betöltjük a küldetésünket, és megyünk az Úrhoz. Természetesen ez nem ad arra okot, hogy most ne végezzük el a küldetésünket, de én teljesen normálisnak tartom azt, hogy az ember... Tudjátok, azt nem tartottam normálisnak, hogy az emberek normálisannak tartják azt, hogy életük végéig csak anyagi vágyak, és mindenféle materiális dolog után roholnak még a keresztények is, és ezzel
ezzel büszkélkednek. Én ezt tartom normálisnak, hogy az embereket az bátorítja, és az lelkesítés, a szívükben a legégetőbb vágy az, hogy az Úrral találkozzanak, és igen, én is valóságos vágyat érzek, hogy örülnék, ha ennek vége lenne. Ne felejtsd el, az egyházat erről is lehet megismerni, és te közelebb állsz az egyházhoz, mint azok, akik tévéket vásárolnak, mert azt mondja, hogy az egyház mit mond majd, jövel, Uram, jövel Jézus. Tehát pont amit megfogalmaztál, ez az egyháznak a legfőbb vágya, és semmi más. Mit szólsz a pápa újabb dolgához, hogy Biblia helyett egy másik Bibliát akar átírni, és így megmásítani a Biblia igazságait? Hallottam nem megerősített forrásokból ezt. Ha ezt a pápa megteszi, megdöbbentő, hogy magát egy katolikus egyház főnek tartó ember ilyet képes megtenni. Mondom, nincs közvetlen információm, de hallottam a történetről, és bejárja a világot. Én a Bibliát nem félteném. A Biblia kapcsolatban a Jelenések könyve nagyon világosan leírja, aki elvesz belőle, vagy aki hozzátesz, ugye bármelyiket is akarja a pápa, akár elvenni belőle, vagy akár hozzátenni, ha mindkettőt, akkor dupla élmény lesz neki, mert ugye a Biblia mind a kettőre elég súlyos dolgot mond. Én ezt nem tanácsolnám senkinek. Ha lenne rá lehetőségem, akkor a Jelenések könyvének a végét tanácsolnám a mindannak, ha a pápa az, akkor a pápának, ha bárki az, azt tanácsolnám, hogy nézze meg, hogy mivel jár a Biblia átírása és megmásítása. Amúgy teljesen nem lepődök meg ezen a törekvésen, mert az igazság fogja megtartani az embereket, az igazság fogja kihozni az embereket a rendszerekből, ezért ugye mire törekszik az ördög? Az igazságnak a megmásítására. Ha az igazságot meg tudja másítani, akkor erősebbek lesznek a vallásos rendszerek, amelyek nem igazságot hirdetnek, hanem vallásos szolgáltatást adnak. Ezért ezt a törekvést én, hát, hogy mondjam, a Biblia alapján az utolsó idők egyik teljesen normális jelenségének látom, már Biblia szempontból, de természetesen, ha ezt a pápa teszi meg, akkor őnek is csak az, mint mindenki másnak, hogy szégyelje magát, és nagyon bízom benne, hogy talán azért lesz a környezetében olyan, aki erre óva inti. Ugye most nem látom ezeket a kérdéseket, de mielőtt elkezdtem rá válaszolni, volt egy kérdező, aki felsorolta azt, hogy ismerek-e valamilyen Mária jelenést, vagy nem tudom milyen dolgokat. Most nem emlékszem pontosan a kérdést, és nem jutott el hozzám ez a kérdés, de még az elején, mielőtt újraindultunk, láttam ezt. Testvérem, én nem ismerem ezeket a jelenéseket. Katolikus, ahol ezek esetleg divatosabbak, a katolikus egyházon belül, én nagyon, viszonylag nagyon korán, tehát 8-9 éves koromban én nem jártam többet a katolikus egyházba, tehát nem kerültem ilyen mélyen a katolikus hiedelmekbe vagy dogmákba. Én egyetlen egyet biztosnak tudok és vallok, hogy szerintem Isten, Jézus Krisztus, ha úgy gondolta volna, hogy az édesanyjának többször meg kell jelenjen ezen a földön, akkor ezt jelezte volna már az életében. Ne felejtsétek el, Jézus Krisztus, amikor Istenhez egy imát mond a János 17-ben, akkor ő nem mondja, hogy majd anyámnak és anyámnak ilyen és ilyen feladatai lesznek, ilyen és ilyen jelenései lesznek, ilyen és ilyen csodákat fog elvégezni. Én azt gondolom, hogy Mária nem is törekedett erre, és nem is tett ezzel kapcsolatban semmi olyan lépést, amit a Biblia alapján tudnánk igazolni. Ezért én őszintén megmondom nektek, hogy nem tapasztaltam ilyen jelenést, és a Biblia alapján nem is tudnám ezt értelmezni. A Pál apostol azt mondja, hogy csak addig bölcsenkedjünk, amíg meg van írva. Én azt gondolom, hogy ilyen Mária jelenések, különböző jelenések nincsenek megírva. Én azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak is volt ugyanolyan korszaka, mint amit ma a karizmatikus mozgalom él meg, hogy abban maradt mindenféle olyan eleven élet, ami az Istenhez kötötte az embereket, és ezt próbálták mindenféle hiedelmekkel és csodákkal pótolni. Testvéreim, ma ugyanezt csinálja a karizmatikus mozgalom. Nem történik valóságban meg a dolog, ezért próbál lábakat nő, ugye itt ez most nagy divat a lábnövesztés, és tudjátok, meg kell említsem, ha bár sokat említem, és én említettem ezt, de látom, hogy nagyon sok karizmatikus gyülekezetben, hadd mondjak példákat, hídgyülekezete, új szövetség gyülekezet, ezeket gyakorolják. A hídgyülekezetében is láttam egy külföldi szolgáló gyakorolta, nem helyi, hanem külföldi. Sajnos utána, és
üzenem erről a pontról, ha valaki ezt hallgatja, hogy kérdezzétek meg azokat a testvéreket, hogy valóban megtörtént-e. Testvéreim, nagyon sok ilyen csoda az arra jó, mert az emberek ki vannak éhezve, hogy felhívja az embereknek a figyelmét, hogy úgy csinálnak, és akkor talán egy kicsit a lelkesedést meghosszabbítják az emberekben, de különben a csoda sem lelkesedés miatt van, hanem a csoda azért van, hogy ez az ember megváltozzon, és az embert Isten olyan helyzetbe hozza, hogy tudja még jobban őt keresni. Tehát a csoda nem azért van, hogy mi eufóriába kerüljünk, természetesen mi emberek abba kerülünk, ezért a csodához egy nagyon nagy alázat kell, ami ma nincs meg az emberekben, ugye visszakanyarodva a sokkal ezelőtti kérdésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy Biblia szerint igazolható reakció lesz, hogy hozzá akarnak tenni és el akarnak venni hamis Krisztusok, sorolhatnám tovább, de nem véletlenül azt mondja a Biblia, hogy aki el akar venni vagy hozzátenni, olvasd el a Jelenések könyvében, nagyon komoly következmény lesz ennek, és itt nem megvédve, mert semmi tisztem nincs, hogy nem főnököm a pápa, hogy megvédjem, és nem is előjárom, de ezt ugyanezt megteszik a karizmatikus vezetők is, evangéliumi vezetők is, protestáns vezetők is, nagyon sokan megteszik, hogy hozzátesznek, és elvesznek. Nem véletlenül a tanítóknak mondja azt a Biblia, hogy súlyosabb ítéletük lesz. Miért? Kinek van arra hatalma, kikap arra lehetőséget, hogy elvegyen és hozzátegyen? Egy tanító. Ezért a tanítót emeli ki a szolgálati ajándékok közül. Következő kérdés, hogy volt az apostolok idejében az adakozás és a gyűjtés? Foszlányokat tudunk erről a Bibliában, tehát mivel egyikünk se vett részt az első században ilyen istentiszteleteken, ezért nem tudjuk, hogy hogy zajlott a gyűjtés. Ugye néhány gondolatot csak hadd dobjak be a köztudatba. Házanként jöttek össze az emberek, ezért a szükségeik, a közösségi szükségeik sokkal kisebbek voltak, mint ma. Ugye ma rendszereket hoztak létre, ingatlanokat hoztak létre, bődületes fenntartással alkalmazottakat működtetnek. Egy nagy egyházi rendszernek, barátaim, annyi alkalmazottja van, mint egy nagy vállalatnak, mint egy multinacionális vállalatnak. És nem véletlenül a politika keresi a nagy egyházaknak a kegyét. Miért? Mert rengeteg emberre van ráhatásuk. Ugye az apostolok idejében nem hoztak ilyen létre ilyen rendszereket, ezért nem volt az adakozás és a gyűjtésnek volt felső plafonja, tehát nem az volt, hogy korlátlanul egy életen át kellett bedobálni a sötét lyukba vagy az ismeretlen lyukba a pénzt. Volt az apostolokban Isten félelem, tehát a gyűjtést arra fordították, Pál apostol, amikor gyűjtött, és a jeruzsálemi gyülekezet részére gyűjtött, és az ott szolgálók részére gyűjtött, esze ágában nem volt, hogy kivegyen belőle egy fillért se, tehát amire adták, arra költötték. Ez egy másik nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye a költségeiket megoldották házanként nem került semmibe az, hogy összejöttek, és különben ma se kerül semmibe. Jézus nem azt mondta, hogy a feltételeit teremtsétek meg, hogy összejöjjetek. Jézus mit mondott feltételnek, az Isten tisztelet feltételének? Ketten vagy hárman gyertek össze az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, és én ott vagyok köztetek. Ez ma az Isten tisztelet. Ez az eredeti istentisztelet. Ezt, hogy mi mit csináltunk belőle, az más kérdés. Tehát kevesebb volt az a dolog, amit másra költöttek, nem kellett nagy rendszereket feltartani, és ugye, mivel nem kellett nagy rendszereket feltartani, ezért az embereknek a gyűjtést meggyőződésem, hogy a szívükre bízták, az embereknek a szívük az Úrban volt, és az emberek, ha volt egy nagyobb szükség, például azért nem voltak karitatív szervezetek sem, mert az emberek megkapták a szívükbe kijelentésként, hogy kinek adják oda azt, amit ma bedobnak egy karitatív szervezetbe. És ő elment és odaadta, megkapta a kijelentést, hogy menj el, fordulj be ebbe a házba, és vigyél egy csomag élelmiszert. Testvéreim, ez sokkal jobban építi a te hitetet is, amikor személytelenül bedobod, hogy ezt majd fordítsa valami karitatív szervezet valamire. Tehát ezeknek vissza kell állni, ezeknek a dolgoknak, és ezért én úgy gondolom, hogy az apostolok idejében a szükség is más volt amire költötték, és teljesen másképp gondolkodtak ők a pénzzel kapcsolatban, és még egy nagyon fontos dolog, hogy nem játszott központi szerepet, és még egy nagyon fontos dolog, hogy rábízták magukat az Istenre, és aminek megvolt a fedezete, azt lépték meg. És nem azt lépték meg, hogy nem úgy volt, hogy már eldöntötték, megvették az ingatlant, ez nem úgy volt, hogy Mózes hogy építette fel a szent sátrat, megvolt a fedezete, és amikor megvolt a fedezete, akkor mit csinált? Leállította a gyűjtést, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, többet ne hozzatok. Ugye ma mi történik? Ma elindítanak valami gyűjtés folyamot, és én nem hallottam még olyat, hogy leállították, hogy köszönöm szépen, többet nem kérünk. Tehát sorolhatnám ezt reggelig, bocsánat, de más volt a gondolkozásmód, és más volt a hozzáállás ezekkel kapcsolatban. Ugye
Ugye itt ez a Mária jelenések kapcsolatban ez újra, meg Lanciano-i csoda, ezek újra előkerültek, hogy vajon mennyi lehet benne az igazság. Ugye erre már megválaszoltam, úgyhogy erre olyan sokat, sok újat Isten kegyelméből nem tudok mondani. Én azt gondolom, és a csodákkal kapcsolatban még egyszer mondom, hogy a csodák nem azért vannak, hogy mi szörnyűködjünk és följegyezzük őket, és utána, aki keresztül történik, az megdicsőjön, hanem a csodák azért vannak, hogy az ember személyes kötődése az Istenhez még őszintébb és még tisztább legyen, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés a csodákkal kapcsolatban, és még egyszer csak, látom, hogy elment az idő, csak azt, amit késtünk, azt rá akartam húzni. Még egyszer csak, hogy a csodákkal kapcsolatban, ugyan én is nagyon várom a csodákat, de formálódni, alakulni kell a szívünknek, hogyha Isten ezt ránk borítja, akkor olyan alázata. Nézzétek meg, hogy az apostolok hogy kezdték a csodát. Az apostolok idejében abban a Jézussal eltöltött három és fél évükben minden megtörtént gyorsan, mint ami a te életedben is megtörténik. Nézd meg, hogy kezdték, amikor Jézus megáldotta, felkente és kiküldte őket. Most a felkente szó alatt ne azt a mai felkenést értsétek. Kiküldte őket szolgálni, felruházta őket erővel, ő adta az erőt. A tanítványok látták, hogy ő adta az erőt. És mégis, amikor jöttek vissza, valakinek sikerült, valakinek nem sikerült. Ugye mi volt ennek az oka? Jézus erre mit mondott? Nem dicsérte meg azokat, és nem vigasztalta azokat, akiknek nem sikerült. És nem dicsérte meg azokat, akiknek sikerült, hanem annyit mondott, hogy egyszerűen nem lesz velünk mindig. Tehát ő mit értékelt ebben, hogy akinek sikerült, annak egyre kell vigyáznia, mert ugye akinek sikerült, azok mit csináltak? Ki ül Jézus mellett majd az Isten országába, ki a nagyobb az Isten országába. Akiknek nem sikerült, hát azoknak lehet, hogy a szívük és a lelkük elszontyolodott, vagy nehezteltek azokra, akiknek sikerült. Tehát nézzétek meg a pozitívba és a negatívba is reakciót váltott ki. De testvéreim, nekünk úgy kell hozzáállni a csodához, hogyha Isten teszi meg, ha Isten megteszi, dicsőség neki, övé a dicsőség, és biztos, hogy megvan az oka, hogy miért tette meg, és ha nem teszi meg, akkor pedig nem török össze, és nem reklamálok, mint ahogy Sidrák, Misák és Abednego is ugyanezt mondta, ha megteszi, dicsőség neki, ha nem teszi meg, akkor is dicsőség neki. Tehát az én üdvösségem nem attól függ, hogy Isten csodát tesz-e rajtam keresztül, vagy nem, vagy látok-e csodát, vagy nem. És ezért ugye ezek én így értékelem a katolikus egyháznak, különösen ezt a jelenős szűzmáriás, máriás korszakát, hogy ők is akarták pótolni ugyanezeket a hiányokat, be akarták tölteni ezeket a szükségeket, amit most ma a karizmatikus mozgalom is be akar tölteni, de én arra kérlek benneteket, hogy várjátok meg az Isten valóságos és tőle jövő beavatkozását, és azt abból fogjátok látni, hogy az emberek elkezdik, megtörténik valóságosan, és az emberek nem nagy gyülekezet vezetői lesznek, meg nem nagy missziók vezetői, meg nem nagy miniszték vezetői lesznek, hanem az Istennek fogják adni a dicsőséget, és akin keresztül történik, az hálát ad az Istennek, hogy szolgálhatta ezzel a másik embert. Barátaim, én hozzám nem jutott el több kérdés, ez nem azt jelenti, hogy nem volt. Kérlek benneteket, hogyha valakiét lemaradt, az gyakorolja a türelmet és a béketűrést. Továbbra is tudtok kérdésekkel fordulni. A gyülekezeti közvetítések alatt ott van egy e-mail cím, oda e-mailt tudtok küldeni. Ide azoknak javaslom, hogy e-mailt küldjenek, akik nagyon nagy türelemmel rendelkeznek, mert nagyon sokat kell rá várni, mire válaszolok, mert tényleg rengeteg van, de tudtok telefonon is keresni bennünket. Ugye azon kevesek közé tartozunk, akik telefon és e-mail címet is kirakunk a nyilvánosság elé. Természetesen ezzel az is jár, és nem tudok más szót mondani, mint ilyen rengeteg elmebeteg is ír, vagy vallásos őrült, nem tudom, mert borzalmas, tehát amiket némelyek megengednek maguknak, de természetesen ezek hidegen hagynak bennünket, és telefonon is tudtok, ha valami olyan kérdésetek van, akkor nyugodtan telefonon is tudtok hozzám írni. Mind a kettő eljut hozzám, úgyhogy bátran, mert sokan személyesen akarnak nekem írni. Az ott lévő telefonszám és az e-mail is, a telefonos üzenet és az e-mail is el fog jutni hozzám, de bátorítalak, hogy nagyon szívesen, amire tudok, válaszolok, de az élő Istent is kérdezzétek meg, és sokkal stabilabb és jobb választ tud adni. Két hét múlva, ha Isten engedi, és élünk, folytatjuk. Ha bármi kérdésetek van, vagy akinek lemaradt, mert törlődött, mondom, egy picit megállta a közvetítés, ha törlődött, nagyon sajnálom, bocsánatot kérek érte, de küldjétek el újra a kérdéseiteket, és meg fogjuk válaszolni. Isten áldjon meg, és őrizzen mindannyiókat. Szeretettel.